18. alkalommal rendezték meg a Regő teniszkupát, melynek idén a Tabán Tenisz Center adott otthont. A versenyzők párokban mérhették össze tenisztudásokat, akik mind a politikai, gazdasági, média és sportélet, valamint a művészvilág ismert egyéniségei. Nem kell a rizsa, minden idők legjobb és legszimpatikusabb mezőnye, és minél gyorsabban játszhatok. Különösen a borra, a pálinkára és a sörre szeretném felhívni a figyelmeteket. Kezdjük el gyorsan! A kellemes időtöltéssel egybekötött sportolás a szervezők szándékai szerint hozzájárul a társadalmi párbeszéd elősegítéséhez, a személyes kapcsolatok kiépítéséhez. Ezek a rendezvények nagyon-nagyon jó rendezvények, igazából sokan összejövünk, sportolunk, barátok vagyunk, és nagyon ritkán, de akikkel ritkán találkozunk, azokkal is tudunk találkozni ezeken a versenyeken. Hát először is jó társaságban vagyok, kellemes időtöltés, eddig még egy kivételével szerencsénk volt az időjárással is, és egy kicsit mozgunk is, ez sem utolsó szempont. A verseny fővédnöke Kemény Dénes, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke volt, a versenyigazgatói posztot ebben az évben is Markovics László, kétszeres országos bajnok, visszavonult magyar hivatásos teniszező, jelenleg a Vasas FC elnöke töltötte be. Nekem azért nagyon tetszik, mert hogy ilyen rendezvényen még sosem voltam. Tehát egyrészt egy teniszversenyen vagyunk itt egész nap, este pedig majd egy gála vacsorával, illetve egy ünnepélyes díjátadó ünnepséggel folytatódik majd a napközi mulatozás. És hát olyan emberekkel találkozhatom, akikkel egyébként nem. Tehát itt politikusokra gondolok, nagy sportemberekre, legendás focistákra, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek. Hangulat általában az ember nyer, akkor jó, ha veszít, akkor kevésbé, akkor örül a másik győzelmének. Félreteszi mindenki a hétköznapok problémáit, az ellentétjeit, és itt a pályán mindenféle politikai, meg üzleti dolgoktól mentesen, gondtalanul tudnak játszani, együtt szórakozni, és ez jó. Idén is a versenyen köszönhettük többek között a Pintér Sándor belügyminisztert, a Stumpf István alkotmánybírót, Fazakas Szabolcsot, aki az Európai Számvevőszék tagja, Rív Györgyöt, Nagy Antal, Salai Sándor volt válogatott futballistákat, Üsztöge Botontot, Megai Róbertet, Hajas László mesterfodrászt és még nagyon sok ismerős arcot. Önnek rengeteg elfoglaltsága van, mégis azt hiszem majdnem mindegyik Regő tenisz versenyen ott van. Miért fontos önnek ez a rendezvény? Azt gondolom, hogy ez a társasági tenisztornák közül azok közé tartozik, ahol az emberek valóban azért jönnek össze, mert szeretik a teniszt, mert jól érzik magukat a pályán, és mert ki lehet tényleg kapcsolódni. Cukoljuk egymást, fontosak a poénok, de igazán a részvétel a fontos, és valóban mindenféle dolgokról tudunk beszélgetni, játszunk, és azt gondolom, hogy ugyanakkor számon tartjuk egymás eredményeit is, tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen eredményt érünk el, függetlenül attól, hogy csak játékról van szó. 8 pályán 32 pár versenyzett a végső győzelemért, természetesen a kiesett játékosok a vigaszágon küzdhettek tovább. A versenybíró Nagy Tamás feszes tempóban és hibátlanul vitte végig a játék menetét, kezdetektől a döntő végéig. A pályán az első körben körmérkőzések vannak a csoporton belül, az első másodikok mennek tovább egyeneságra, és a harmadik, negyedikek pedig mennek vigaszágra. A torna idén is remek küzdelmeket, jó hangulatot hozott. Sok ismerős csak ezen a rendezvényen találkozik évente, így a nagy beszélgetések sem maradhattak el. Délelőtt a pályán mindenki nyerni akart, és csak néztük, hogy milyen remek meccsek váltották egymást. Persze mindenki a maga tudás szintjének legjavát hozta. Én minden esetben győzni megyek ki a pályára, és reményeim szerint ez sikerül is.
annyi nehézség van ebben a játékban, hogy Sala felszedett néhány kilót, és még mindig a nyakamban van. Nem, én nem így érzem egyébként. Én alig várom, hogy teniszpályára mehessek. Szóval hiányzik a mozgás, és itt úgy érzem, hogy ez még nekem még úgy elmegy. Antinak már nehezebben, de nekem még. A játékosokon persze látszik, ki mennyire gyakran teniszezik, milyen kondícióban van, és persze az sem utolsó szempont a győzelem szempontjából, hogy ki milyen partnert kapott. Ez egy véletlen párosítás, vagy ez így volt megtervezve? Az az igazság, hogy véletlen, vagy megtervezve? Hát, azt mondják, hogy nincsenek véletlenek, de ez meg, az. Ha belegondolunk, 2HL monogramú fiatalember áll így, itt. Így. Hajas Levente és Harsányi László. Szereti a tenisz, de hogy fér bele az életébe? Hát ez az életemnek a része lett 98 óta, gyakorlatilag heti háromszor járok le ide a Tabánba hajnali 6 órakor, játszunk párosokat, meg egyéni edzéseket, és ha valószínűleg, ha ez nem lenne, akkor az a fajta szellemi frissesség, ami kell szerintem mindenféle munkához, az biztos sokkal alacsonyabb fokon izzana. Ezek a tornák meg azért jók, mert azért 2-3 havonta az látszik, hogy lemérjük, hogy hol tartunk, és hiába öregszünk, a technikánk javul. A pihenőidőket is aktívan használták ki az asztalhoz ülők, a zsugapartik elmaradhatatlan kísérői a rendezvénynek. Inkább arról szól az egész, hogy egy jó társaság, jót beszélgetünk, közben egy kicsit mozgunk, jól érezzük magunkat, ez a legfontosabb. A támogatók is kilátogattak a rendezvényre. Érdekes, hogy a jó menő vállalatok vezetőinek nem nagyon marad ideje a sportolásra, azt mondják, talán egyszer. Évek óta ígérgetem magamnak, hogy egyszer ütőt fogok, mert hogy hát olyan 30 évvel ezelőtt volt ütő a kezembe, és még meg is van, de ahhoz titokban valami elbújtatott pályán kellene gyakorolni, mert így csak kinevettetném magamat. Az én életemnek része a tenisz, igazából nagyon sokat teniszezgetek, hetente kétszer-háromszor is teniszezek, és egy-egy ilyen versenyen elindulni mindig megmérettetés. Heti 3 alkalom, ez gondolom amatőr szinten ez elég jó, megfelel. Az az igazság, hogy elég kevés idő van sportolni. Régen sokkal többet játszottam, jártam ide edzeni. Régen ugye a Spartacus pályának hívták ezt a Tabáni Teniszcentrumot. És hát most már csak egy héten egyszer-kétszer maximum van időm egy-két órát sportolni. De visszatérve a pályákra, az idősebb, de rutinos és persze küzdő típusú politikusok és üzletemberek mellett felfedezhetünk egy-egy nagy hazai reménységet is, így a párok jól kompenzálták egymást. Hogyan lehet összepárosítani a futballt és a teniszt? Hát amikor nem tud az ember már egy olyan nagy pályán futni, akkor lejön egy ilyen picire és jól érzi magát. Igen, hasonló tudok mondani, hogy ebben a korban szerintem már ez megfelelő méretű pálya nekünk. Egy ilyen fantasztikus ember, aki nem csak ott van a társa mellett a pályán, hanem tényleg egy olyan biztos szilárd, nem is talaj, egy oszlop fő, egy csoport, akire lehet támaszkodni, segít, konstruktív, és még meccs közben is szól, hogy üssek. Tehát az, ami nagyon zavaró, de ezt az ember elnézi neki, mert hogy szereti, nagyon régóta ismerem, és nem tartozik nekem. Ennek ellenére valami élmény volt vele játszani, és bízom benne, hogy noha ez az első ilyen megmérettetésünk volt, hogy mi egy párost alkottunk. Én tényleg hiszem, hogy nem az utolsó, és még nagyon sok ilyen meccs, rendezvény, esemény, torna áll előttünk, de gyanítom, hogy inkább mögöttünk, hiszen most nem játszottunk olyan jól, de mindegy az eredmény, az nekünk sosem számít. Úgy jöttünk már ide ugye eleve, hogy ha véletlenül kikapnánk, akkor nagy baj van, ha nyerünk, azt nem hisszük el. Hát az első jött be. Attila azt mondta, hogy csak akkor mehetünk az esti bulira, ha teniszezek is, úgyhogy ettől ilyen a hangom, ettől vagyok ilyen fáradt, hogy még a salát is kell vigyem a vállamon. Ha nagy szerencsénk van, akkor döntősek vagyunk. Ha az Anti így játszik, akkor szerintem kiesünk a következő
sok ismert arc is felbukkant, ami nem csoda, hisz egy jó versenynek jó érzés részese lenni. A legkiélezettebb csatákat követően délutára megszületett a végeredmény mind a fő, mind a vigaszágon. A fárasztó sportnap után a díjkiosztó gálára is sokan eljöttek. A rendezvény háziasszonya, Kis Orsi, Kisó volt, akit a tőle megszokott lazasággal vezette az estet végig. Köszöntelek benneteket a 18. Regő Teniszkupa Gála vacsoráján, illetve díjkioszt ünnepségem. Most már elárulhatom, hogy érkezik a Bagina Csakettős, akik szórakoztatnak bennünket, Molnár Andrea és tánc csapata. És a délelőtt folyamán én ígértem nektek pompomlányokat, hát felvették a láthatatlan köpenyüket, azért nem láttátok, de most jönnek majd modellányok, nagyon szép modellányok, ugyanis Szépligeti Ágnes divat bemutatójára is sort kerítünk, és egyébként itt jegyezném meg, hogy rajtam is Ági egyik ruhája van, amit ezúton is köszönök szépen neki. És természetesen énekes produkció is lesz, tavaly Radics Gigi volt itt, most pedig egy nagyon csinos fiatal szőke hölgyet hoztunk számotokra. Került a délelőtti tenisz? Az én részemről nagyon rosszul. Kifejezetten rosszul. 4 meccset játszottunk, vagy 4 gémet játszottunk, ebből 3-at sikerült elveszteni. Nyilván az én hibámból, mert a partnerem az nagyon profi volt, de elvesztettük. A rendezvény baráti jellegét tükrözte, hogy a teniszezők között mindkét oldal képviseltette magát, erre a napra félretéve az egymással szembeni politikai nézeteket. Ez mind az ülésrenden, mind a tárcparketten érvényes volt. Hát, hogyha politikai szempontból nézzük, akkor ugye ez gyakorlatilag egy teljesen politika semleges dolog, én úgy érzem, hiszen mind a jobb oldal, mind a bal oldal prominens személyiségei megjelennek itt, és ez nekem egy nagyon szimpatikus dolog, mert azt gondolom, hogy nagyon kevés ez olyan fórum, ami így tud működni. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy üzleti és emberi szempontból is egy kapcsolati tőkét felépítsünk. Ez a csapat 18 éve együtt játszik, a mai mezőnyből, a 32 párból legalább 22, legalább 10 versenyen részt vett. Én örülök neki, büszke vagyok, mert a barátság az mindig a barátságról szól. Hát az Attilának azt kívánom, hogy nagyon sokáig bírja ezt a dolgot, amit csinál, és hogy minél tovább szervezze ezeket a rendezvényeket, amiket ő csinál. Nem csak a teniszkupát, hanem a többit is. Hogy kerül minden, pontosan minden? Hallom én itt már, jól be is mértem, lánikám ki mamma, hatva Amerikába, de haza jön és az lett a nagy dráma. Egyet is még nem tudom a szöveget, mennyire újabbak. Regő teniszkupa rendezésében évekig segítőtársa volt Regőci Attilának dr. Hegyháti József, a MAPSZ elnöke. A gála vacsorára 16 év után először érkezett vendégként. Én azt gondolom, hogy az a tradíció, ami mi végigéltünk ez alatt az idő alatt, ez nem csak egyszerűen egy üzenet, hanem egy társadalmi élet, ahol az emberek benne vannak a egymás tiszteletét megteremtő folyamatban, és azt gondolom, hogy ez valami csodálatos dolog.
és hát mi ketten is a riporternővel régen ismerjük egymást. Én azt gondolom, hogy ez végigkísérte az életünket, és mind a ketten azt tudjuk, amit én most akartam mondani. Este az elegáns vacsora és a látványos műsor után Borár Verés várta a versenyzőket. A Bagi Nacsa duó most sem feledkezett meg a házigazdáról, Regőci Attiláról. Akartam volna mondani, vagy javasolni, hogy én hozok neked ingyen is olyan embert, akik vérig sértenek, tehát legközelebb. Tényleg. Nekinek ilyen barátaival. Hallottátok, hogy a Lille van játszol. Minek ellensége? Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, kifizet? A Orsi! Nekem nagyon nagy szerelme maga a sportág, és én nagyon sokat nézem is a teniszt, meg nagyon játszom is, jártam másfél évig edzőhöz, és nagyon közel áll hozzám, mindig nézem, az összes Grand Slam tornát nézem, úgyhogy hát esetleg talán jövőre már, ha bevesznek, akkor lehet, hogy nem csak fellépek, hanem játszom is. Úgyhogy most én nem üzenem neked, Attila, hogyha jövőre nem leszek a csapatba, akkor nem tárgyalunk. Világos? Befejezte. Idén a trófeát Nagy Iványi Tamás, Justin István oldalán vitte el. A fényes győzelem a fényes győztesekkel, hogy érzitek magatokat? Nagyon jó a hangulat különben, mert nem azért, mert csak nyertünk másodszorra, mert nagyon jó a műsor is. Hát nagyon jól érezzük magunkat, tényleg. Igazából tényleg ez volt a kérdés a mai napra, hogy meg tudjuk védeni a címünket, vagy nem. És hát ahogy látszik rajtunk, sikerült. Az előkerő második helyet a Regőci Attila Gyabronka-Bence páros szerezte meg. A kiváló versenyző fiatalember sportoló révén korán hazatért. Így a serleget Regőci Attila egyedül vette át. Mi volt a mai nap legmeghatározóbb pillanata? Akkor elvesztettük a döntőt. 18. éve csinálom ezt a tornát. 16. ezüstérmem van. Én már játszottam a Taróci Balázzsal, a Markovics Lászlóval, a Balázs Györggyel, a Szilvási Györggyel. Ilyen nincs. Szerettem volna nyerni. Nagyon jó a buli, de második lettem. Sajnálom. Ténylegesen itt nincsenek ellenségek és csak ellenfelek. Igazából ez egy olyan rendezvény, ami a évek óta tart, nagyon hosszú idő óta, és csak olyan emberek vannak itt jelen, akik tisztelik egymást.
A harmadik helyezést Pintér Sándor belügyminiszter nyerte Dani Péter teniszező oldalán, és meg kell, hogy valljuk, belügyminiszter úr kiváló kondícióban, remek játékkal küzdötte végig a mindegy 6 órányi tiszta játékidőt, ami azt jelenti, hogy jó például szolgálhat minden alátartozó beosztott előtt. Azonos eredménnyel a volt kiváló labdarúgó Kenderesi István Budai Lászlóval szintén harmadik helyezést ért el. A Vigaszágon Tóth Károly és Kecskés Péter lett a győztes páros. Másodikként végzett Fazakas Szabolcs Harcsár Istvánnal, harmadik helyezett a Varga Zsolt Kocsis Ferenc páros lett. Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás után a tombola sem maradhatott el. A maradék lelkes csapat rengeteg értékes nyereményt vihetett haza. Majd a Táncparketté lett a főszerep, melyhez DJ Radnai szolgáltatta a talp alávalót. Mivel a rendezvény karitatív jellegű volt, a tombola és a borárverés bevételét a szervező Regő Kft. A speciális labdarúgó válogatott, értelmi fogyatékos hölgylabdarúgók EB szereplésének támogatására ajánlotta fel. Csak lenne időm teniszezni, csak sajnos a sport és egyáltalán ezek a szabadidős tevékenységek szabadidő hiány azért elég kevésé, de azt hiszem, hogy ez egy kifejezetten egy olyan sport, ami nagyon elegáns és formálja is az alakot, úgyhogy ha majd egyszer lesz annyi időm és fölös szabadidőm főleg, akkor mindenféleképp kipróbálom én is. Barbra Streisand. Igen, ma lettük tulajdonképpen nagykorúak. Én remélem, hogy ez a verseny mehet tovább, és én úgy gondolom, hogy ha ilyen csapat lesz, ilyen kollégák, ilyen támogatók, akkor talán ez egy kicsit idősebb kort is meg fog érni. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Ez volt már a foci és sport. Kedves nézőink, jövő héten ne felejtsék el, hogy minden a Ferencváros új stadionjáról fog szólni, illetve a körülötte zajló eseményekről. Kedden 19 órakor Takács Tiborral várjuk Önöket. Viszontlátásra!